Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Meg az a szűrt, az a Volkswagen-es gyerek, a golfos? Megoldjuk évjegykártyát. Jó lesz. Köszönöm. Megoldjuk egy. Tessék fölírni, és akkor megbeszéljük a részletek. Te fogod megnyerni a kádi választást? A választási eredmények egyértelműek. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're a cock-sucking, ass-licking Uncle Fucker. You're an Uncle Fucker, yes it's true. Nobody fucks Uncle Fucker like you. Shut your
your fucking face, Uncle Paca. You're the one that fucked your uncle, Uncle Paca. You don't eat or sleep or mow the lawn, you just fuck your uncle all day long. Háló, bocs, nyilatkozna? Persze, persze, csak a tévében. Aha. Benne leszel a Kádi filmben. Te kire akarsz szavazni? Hát én a Sasváira. Sasi. És miért pont a Sasit választod? Azért, mert ő... Az utca emberét megkérdeztük, mi a vélemény Sasit? Ne haragudj. És veled a Sasit? Sehat. Nekem nincsenek barátaim. Adja engem. Ez van. Széleskörű közvéleménykutatásunk keretén belül ellátogattunk az óvodába is. Gyerekek, kire szavaztok? Sasira! Kis fiam, szervusz! Hány éves vagy? 8, 6! Tudod, mi az a Kádi választás? Nem! Az olyan, hogy én igazgatót választunk, aki majd uralkodni fog felettünk. De... Én fölöttem is! Te fölötted is, te kire szavaznál? Sasira! Miért? Miért fogy Sasira szavaznál? Mert olyan aranyos, munkor is adott cukrot! És te mit csináltál, hogy adott neked cukrot? Nem tud, le kellett érdelnem! És azon kívül? Semmi! Csak ennyi? Igen! Jó! Elnézést vagyom, én kire szavaznom? Sasira! Nagyon szépen köszönöm! By far, and I'm too sexy for my hat. Too sexy for my hat. Szavaztok! A mai 18 perces szóló műsorunkba beköltást nyerhetek egy igazi mosógép szervízbe. Valakit meg is fogok interjúvolni, egy szerelő. Elnézést, uram, hogy pillanatra abba hagyná a munkáját. Muxa! Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. Kimélyek, befúgyanak a magamra. Jó legyél! Where do I start? Nem az, Kimi! Mit akar maga is? Hogy üljek már! Mit akar? Részeg disznó! Szóval szép fúj. Vagy! Fúj! Legyél az enyém! Legyél a ti! Szeretlek! Segíts! Sasi! Szeretem ő! Sasi! Hagyta gyerek a papéba! Én csinálszom a szöcsára! Takarok ki felé! Nem látta is egy fekete ruhás gyereket? Mm-hmm.
Hadd emlékszem is a másodon arra, hogy a házasságon megszületett
enyém, rakomik a tiém, helyette én mondjuk, iskolai olaj. Most a jegyes pár, a próbajára szerint állam a mondgálni, a hozzására alkalmas, így felteszem a sorsműködő kérdésünket tényleg. Laborator, ha feljön. Köszönöm, nagyon jó. Még biztos kell. Először a mennyasszonyhoz fordulok, de ne kérdezz, matematika, történelem, és magamtáltal. Látom, hogy hihetetlen jogát szülni házába. Igen. Továbbá hihetetlen, az önfeledek másodhozott Sasvári Károly Dezső, 18 éves, továbbképzéssel résztvevő, alkoholmozósó gépszerelő és diszkriát tanulnak, hanem nagy... Elnézést. Újra próbálom. Nagymasi, napos, házastársára tekint. Ezt az arany embert, igen. Köszönöm! Elvénye! És én? Köszönöm, hogy kicsit sűrűbe kérni. Voltam, igen. És ő Sasvári Gábor, 18 éves kvárkézésre elérte ő, ahol voltam sok nem. És Vízkiel Gábor, nagyvalósi lakos, kitart az elhatározása mellett, mely szerint az önállatán külön Márci Gabriel és 28 éves vállóhíri menedzser és matematika történelem szakos tanrázó Márci Lapos továbbiakban házastársának szekinti, vagy hozzunk másikat? Igen, akarunk. Elfogadja tovább azt a 28 gyermeket, mely a lehető felesége megnyitkozza meg. Úgy kell magának. Felszólítom az én jelenlőket, hogyha tudnak olyanokat, ami miatt te bár nem nyelvenekben mostoljon, vagy hallgasson a szertartás végéig. Én! Szeretlek, Gabriel! Szeretlek! Olyan sem, erre megint mindig elnézést. Muszáj! Köszönöm. Most, hogy a lakadályok elárulnak, felteszem a kérdést a tanulnak. Vannak? Igen, látom. Molnár László nyugalmazott, diszpószaporító és okleveles böllér, és Erős Sándor valamint magam és vállalkozásom nevében házastársakán nyilván. Felkérem önöket, hogy lévén a gyűrűket ellopták, húzzák fel ezt a jó minőségű kis szilvapálikát. Nagyon jó, figyelem. Köszönöm. Most, hogy kimondták a boldogító, hogy igen, úgy érzem, kedves kötelességemnek köszönöm, hogy teszek eleget. Ha átjúgtam az ifjú férnek kollégáit, vízkő eltávolítva a bajánlékát, hol van? Ellopták ezt is? Ajaj, elég inkább, elég. Itt hívom fel a kedves látvédő figyelmét, hogy mostanában csendet vagy kiürítettem a
mondta el, mert mi ez itt? Itt hívom a kedves másként figyelmét, hogy most már a palomba. Most pedig csak kérem az ifjú párt, hogy csókolják meg egymást. Először arra gondolom, hogy szertartásunk végén. Mi a Kohen? Be a Kohen. Beethoven. Sors mintójával, szimfóniájával, angyali mellett, egy az első városában rövid ideig elkölkülnek, felkönyítsznek és elkötelékeny, amely most olyan magyarcsát útján megjük vár. Tekintettel a nagyasszonyra, hallgassák mintább hajgatot, tudomást eljövőszínű megosztának, hogy a jövőkén során. Rajtad van a pártyom? Így sem viselálsz. Felmerül, drágám, mert kitarapálsz. Egyet megígérek. Ha már ilyen kapcsolatot, és talán beengedélyeztetem,
az első éjszaka jogáról, akit átszavarnak, nem mondok. Szavarnak.